Sziasztok! Ez itt a Mi van a dobozban. Képzeljétek, mostantól különböző alkalmakra kell sütnöm, főznöm. Nem tudom sem az alkalmat, sem pedig a felhasználandó alapanyagokat sem. Ez az első dobozom, úgyhogy bele is kukkantok, hogy mi van benne. Azt mondja, kaptam egy üzenetet. Rita, medencés parti, nincsen Coca-Cola nélkül, ezt tudjuk, de harapnivaló nélkül sem. Az utóbbi viszont még hiányzik. Nézd meg, mi van a dobozban, és kezdheted is a sütés-főzést, mert a barátok nem sokára érkeznek. 45 percem van a főzésre, úgyhogy nagyon gyorsnak kell lennem, ezért egy muffint fogok készíteni. Először is felverek két tojást egy kis cukorral. Ez azért általában minden háztartásban szokott lenni. Adok hozzá egy kis nátszukrot. A barackból pedig leturmixoltam pár szemet. Ezzel gyakorlatilag kiváltom a tejterméket, a joghurtot, amiket a muffinokhoz szoktunk adni. Hozzá kerül még egy kis olaj, citromlé, citromreszelt héja és vanília kivonat. Jönnek a lisztek, én két félét fogok használni, zablisztet, és akkor ugyanennyi búzalisztet is adok hozzá. És hát kaptam én szemes mákat is, ezt pedig ebbe a masszába fogom belevarázsolni. Hát tempóznom kell, úgyhogy hozom is a muffin formákat. A 3/4-nél ne töltsük magasabbra ezeket a formákat, mert hogy ugye megnőnek a sütés során. Bár hozzáteszem, hogy az ablisztől azért nem fog olyan hatalmas nagy pufira megnőni ez a muffin. Ellenben nagyon finom lesz. Én a sütőt már elő is melegítettem 170 fokra, úgyhogy már be is rakom. Van nekem egy fehér csokoládém, arra gondoltam, hogy ebbe fogom belemártani a kész muffinokat. Így. Figyeljetek arra, hogy ne legyen túl forró a gőz, mert nagyon könnyen odaéghet. Hát a fehér csoki is elkészült, úgyhogy gyorsan összekapom magam és dekorálok is. Rakok még rá friss gyümölcsöket és hát a mentát is, hiszen az is a dobozba volt. Hát azt hittétek, hogy kifogtok rajtam, de látjátok, 45 perc, és elkészült a muffin. Mit szóltok hozzá? Ez nagyon jól néz ki. A mák az a tésztában van, ez egyértelmű. Ez nagyon finom. Igen? Hoppá! A díszítés is nagyon szép. A barack azért nem csak dekoráció, hanem belekerült a tésztába. Igen, hogy is. Van, igen. Nagyon jó. És a mákkal egyébként nagyon-nagyon izgalmas a kombináció. Annyira finom. Na és ti mit sütöttetek volna belőle? Hát... Ha nektek is tetszett a muffin, akkor a videó alatt posztban megtaláljátok a teljes receptleírást, és iratkozzatok fel a Coca-Cola Hungary YouTube csatornájára is. Sziasztok!